Egy pici faluból, annak is a legszélső házából származik. Csikóstöttösön akkoriban még volt általános iskola, ahol megtanulta az alapokat Pintér Szilárd. Picit ez a mai nap más lesz, mint a többi az én életemben is, és nem a polgármesterre fognak beszélgetni, hanem a Pintér Szilárddal, de helyi közélet egyik szereplőjével. Nyilván, amikor 98-ban már a közéletbe is bekapcsolódtam, és polgármesterként tevékenykedtem a járásba, ezt követően több egy évtizeden keresztül a járás társulásának voltam az elnöke. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan dolog és élmény történt velem, amely ezer szállodomba városzkölt. Nyilván nagyon fontos, hogy civil foglalkozásom mentén takarékszövetkezettel 98-hoz szintén megjelentünk Dombaváron. Rengeteg társasházat építettünk, rengeteg kezdővállalkozásnak sikerült támogatást nyújtani, akik ma is jó prosperáló vállalkozások Dombaváron. És hát nyilván talán egy picit a családról is, talán egy picit a jövőről is, meglátjuk, mi lesz a vége. Nyilván biztos, hogy lesz, tehetnek fel kérdéseket, de azon egy nagyon profi műsorvezető lesz, aki kihozza belőlem a maximumot. 60 percnél tovább azt gondolom, hogy nem fogunk untatni senkit, tehát hogyha az ide jobban szalad, talán kibírják azt is. Polgármester urat kérdeztük arról, hogy mivel készült a mai beszélgetésre. Néhány fotóval igen, kezdetektől napjainkig. Ez egy 20 darabos díjas sorozat, azt hiszem maximum. Tehát egy picit szeretnék kitárulkozni, és az a 80-100 ember, aki úgy dönt, hogy majd 5 órai teára ide érkezik, és egy órát együtt töltünk, talán egy picit más élményekkel gazdagodva, és talán egy egészebb képet alkotva rólam távozik innen ma este. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Pintér Szilárd milyen embernek tartja magát. Én remélem, hogy ugyanaz az ember vagyok, aki voltam is már 57 éve. Tudom, hogy honnan jövök és hova tartok. Gyökereimet mindvégig megőriztem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy egy nagyon pici faluba születtem, annak is az utolsó házába. Onnan a picit az életem, azt gondolom, hogy némi szerencsével és kitartással fordult és irányt váltott, de én azt gondolom, hogy ma is oda tartozom, onnan indultam. A mai est vendégének lánya, Pintér Dorottya elmondta nekünk, hogy az egész család itt van ma a rendezvényen, és támogatják őt, hiszen fontos számukra a család, összetartozás és a szeretet. Az 5 órai teáma édesapám a beszélgető vendég, aki így az életútjáról, gyerekkorától, egészen a mostani évekkel bezárólag pályafutását, családélet, karrier fog beszélgetni, és nagyon büszke vagyok rá, hiszen számára Dombóvár az a szívügye, és szívvel, lélekkel dolgozik és él ezért a városért. Szerintem erre is ki fog ma este térni. Apukám az egy igazi lányos apuka, de mikor gyerek voltam, akkor vitt magával mindig a foci meccsekre, meg pecázni, fiú nem lévén, úgyhogy a mai napig előszeretettel nézem a foci meccs közvetítéseket a tévébe, úgyhogy a mai napig megmaradt apából kifolyólag ez a közös szurkolások miatt a foci meccseknek a szeretete. Az 5 órai tea alkalmával folytatott beszélgetést követően az egybegyűltek sok mindent megtudhattak Dombóvár polgármesterének gyerekkoráról, életéről, családjáról és az élethez való hozzáállásáról.